A csapattagokkal már elkezdtük aláíratni az okupot, és az a tervünk, hogy a lehető legnagyobb támogatóinkkal is szeretnénk ezt megkérni őket, hogy ők is írják alá. Ez nagyon sokat jelentene a csapatnak, hogyha még egy kis támogatási rajta lenne az orkupon, hogy igen, ezekre a támogatókra bármikor számíthatunk és tudnak nekünk segíteni. Kérnénk dr. K.S. Incát, tanszékvezető úrunkat, és fáradjon ki az ajándékért. Kedves Olivier Hoffman, kérem fáradjon ki az ajándékáért. Színpadon, de fáradjon vissza még egyszer, kérjük szépen. És egyik legnagyobb mentorunk, dr. Halla Barna, kérlek, fáradj te is fel. És hát a mi fekete bárányunk, vagy mondhatnánk mósunknak is, kedves Alex, fáradj ki. Nos, most szeretnénk megköszönni azon cégeknek, akik segítettek minket abban, hogy eljussunk idáig és hozzájárulunk a sikereinkhez. Először is szeretném kérni az Audi Hungária képviselőjét, hogy vegye át ezt a díjat. Kedves Oliver Hoffman, vagy? Akkor már változott a te rendezés. Belsőégési motorok tanszéknek ismét hálásak vagyunk, természetesen nem csak egy személyben. És hát a sor folytatódik, a Széchenyi István Egyetem képviselőjét is szeretnék felhívni az ajándékátvételét. És hogy egy kis változatosság is legyen az ajándékosztásban, szeretném megkérni a Revotec képviselőjét, hogy fáradjon ki a színpadra. És szeretném megköszönni fő gyártó cég támogatónknak, a Tenerit Mentor Kft-nek, hogy vegye át a díját. Szeretnénk megkérni az AVL Autogut mérnöki Kft-t, hogy fáradjon ki az ajándékáért.
sajnos már a Bepe 2004 Kft. Képviselőinek el kellett mennie, de neki is készültünk egy apró ajándékkal. Ismét egy gyártócégünkhez értünk, szeretném megkérni a Török Gépipari Kft-t, hogy vegy át az ajándéket. És most szeretném megkérni a Stefani cég részt képviselőjét, hogy vegy át az ajándéket. Szeretnénk megköszönni az NCH-nak az eddigi segítségét. Változni fog előadásunk jellege, szeretnék néhány szót szólni a motorunk konstruktív fejlődéséről. Elnézést, hogy így utólag, de jó napot, jó estét kívánok, és üdvözlöm Önöket a harmadik generációs motorunk bemutatóján. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Sas Péternek hívnak. A Szentgyörgyi csapat egyik konstrukciós vezetői posztát töltöm be. Nos, ennyi lehet ez a nagy megtiszteltetés, hogy itt állhatok Önök előtt, és bemutathatom a csapatom fél éves munkáját, elért sikereit és jövőbeli céljait. Csapatunknak a júniusban tartott design freeze eseményünk óta semmi más dolga nem volt, mint hogy papírra vesse, vagy legyártsa alkatrészeit. A gyártás során megtapasztaltuk mindazt, hogy egy alkatrész legyártásához nem elég egy CAD modell, elengedhetetlen annak megfelelően gyűrésezett precíz műszaki rajza is. Hálásak vagyunk támogatóinknak a műszaki rajzok elkészítése során kapott rengeteg segítségért, és a gyártás technológiába történő bevezetésért. Büszkén nem emelhetem ki azt, hogy a harmadik generációs motorunkat támogatóinkkal együtt terveztük és készítettük el, ami számunkra rengeteg tapasztalatot, komoly tudást és nem utolsó sorban egy életre szóló élményt jelentett. És most szeretném elmondani Önöknek, hogy hogyan jutottunk el eddig, mi volt ez a fél éves státusz, amely a idáig vezetett. Hogy a Szentgyin csapat miben járul hozzá ahhoz, hogy a Széchenyi István Egyetem hallgatói egy kiváló munkaerővé váljanak, azt a következő néhány alkatrész segítségével mondanám Önöknek. Ahhoz, hogy a képen látható alkatrészeket meg tudjuk tervezni, borzasztó komoly kitartásra, szaktudásra volt szükségünk. De nem ez volt a legfontosabb. Sokkal fontosabb volt az, hogy ez a csapat egyként működjön, összefogjunk, és a nemes cél érdekében mindenki természetesen kompromisszumokat tudjon kötni a tervezés során. Ezen alkatrészek tervezése olyan kitartást követelt meg hallgatóktól, amit bármelyik hallgató nem lett volna képes elviselni az egyetemi tanulmányok során. Nos, hát a csapatunk fejlődése természetesen magával vitte a motorunk fejlődését is. Első generációs motorunk bemutatta mindazt, illetve bebizonyította azt, hogy igenis képesek a Széchenyi István Egyetem hallgatói közül néhányan egy egyhengeres, egyedi versenymotor megtervezésére. A második generációs motorunk fejlesztése során sikerült elérnünk egy közel 30%-os tömegcsökkentést, ami a motorfejlesztés során, akár így is említhetem, hogy egy páratlan teljesítmény. Ezek után álltunk neki hatalmas elvárásokkal és szinte kézzelfoghatatlan célokkal harmadik generációs motorunk fejlesztésének. És mondhatom, sikerült. Sikerült egy olyan motort megterveznünk, ami elődjeihez képest egy 5 kg tömegű váltót és egy 1 kg tömegű önindítót magába foglalva képes volt
közel 1 kg-mal könnyebb maradni, mint az előző generációs motorjaink. És igen, ez a versenyképes csapat, ez a versenyképes motor nem fejlődhet tovább a megfelelő visszacsatolás, a megfelelő eredmények nélkül. Ezért 2013-ban a Sanjin csapat a motorfejlesztésen kívül nekiáll saját tervezési fékpadjának kifejlesztéséhez, amit örömmel jelenthetek ki, hogy már eljutott mechanikai állapotát tekintve 95%-os szinthez, míg elektronikai háttere már 85%-nál tart. Ezzel megteremtettük azt a lehetőséget, hogy utódjaink, mondhatom így, a következő csapattagok már ezen területen is komoly szaktudást érhessenek el. Természetesen a fékpadi mérések nagyon fontosak a motorfejlesztés során, de elengedhetetlen a megfelelő valós körülmények közötti teszt is. Tehát mindenképpen saját tesztautónkban is tesztelnünk kell motorunkat, hogy a lehető legjobbá válhasson. Nos, hölgyeim és uraim, ez az irányvonal, ez az a úgynevezett vörös vonal, amivel a Sanjin csapat a Formula Student motorbeszállítóvá válhat. És mielőtt letenném a mikrofont, annyit szeretnék mondani, hogy készültünk önöknek egy rövid kis meglepetéssel, de a meglepetés megtekintése után természetesen várjuk itt az önök kérdéseit, és ezen kívül a második emeleten készültünk egy rövid kis büfével, ahol megtalálhatják első és második generációs motorunkat is, illetve a legújabb motorunk alkatrészét is megtekinthetik.
Most a lényeg, hogyha hagynak egy kis helyet a piros pólós hallgatóknak, akkor ők eldobálják a székeket és behozzuk. Az eddigi rólatunk is másképp sikerült, mint az eddigiek. Mivel eddig a alkatrészeket egy összeállított motort tudtunk önöknek mutatni, ezzel szemben idén csapatunk olyan szintre fejlődött, hogy a motorbemutató előtt, a rólatunk előtt bő egy hónappal már járóképes motort tudhatunk magunkével. Tekintsék meg motorunkat, várjuk a kérdéseiket, az összes piros pólós úriember áll az önök szolgálatára, és ne felejtsék el, hogy a második emeleten láthatják további alkatrészeinket, előző generációs motorjainkat, és természetesen a finom szendvicseket is.